Tatabányán, a megyei jogú város polgármesteri hivatala előtt állunk, és az, ami történt a megyei jogú város közgyűlésében, illetve a közgyűlés tulajdonképpen kikerülve, az mindenféleképpen országos jelentőségű ügy is lehet, ugyanis a Mi Hazánk mozgalom nem tudja másként értékelni a Mi Hazánk mozgalom képviselőjének a megkerülését akkor, amikor a helyi gazdasági érdekek mentén egyszerűen osztozkodás folyik itt Tatabányán, mint úgy, hogy felveti a nagy koalíció létrejöttének gyanúját, ahogy a Fidesz, illetve az Egyesült Balliberális Tömb megegyezett nem a megyei jogú város közgyűlésében, hanem a közgyűlést kikerülve a színfalak mögött abban, hogy hogyan osztják el a pozíciókat, hogyan osztják el a település városi cégeit egymás között, miközben világos az erőviszonyokat látva, hogy a Mi Hazánk mozgalom nélkül nem lehet Tatabányán a települést kormányozni, a települést vezetni. Nem tartjuk azt elfogadhatónak, hogy ilyen egyességek a közgyűlés megkerülve színfalak mögött kötessenek meg. Tartunk attól, hogy 2022-ben az országgyűlési választásokat követően, hogyha a gazdasági érdekeik úgy kívánják, akkor az egymásra folyamatosan sarat dobáló, egymást látványosan támadó balliberális tömb, illetve a Fidesz, akár gazdasági érdekeik mentén megegyezhet, és akár nagy koalíció kötésére is sor kerülhet 2022-ben. Hogy ezt megakadályozzuk, ugyanúgy, mint itt Tatabányán, ahol a mérleg nyelve már most a Mi Hazánk mozgalom, ugyanígy 2022-ben célunk az, hogy egy ilyen elvtelen nagy koalíciót az Egyesült Balliberális Tömb és a Fidesz között mindenféleképpen megakadályozzunk. A Mi Hazánk mozgalom nem enged az elveiből, nem enged abból, hogy számunkra a magyar emberek, Magyarország érdeke a legfontosabb, és nem pedig pártérdekek, és nem pedig különböző gazdasági érdekek. Helyi eseményeket megvilágít, hogy mi is történt tulajdonképpen Tatabányán. A Mi Hazánk mozgalomnak az új választások óta voltak bizonyos elvárásai az új közgyűléssel szemben, hiszen nincsen senkinek többsége, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy egy konszenzusos, mindenki számára elfogadható döntés sorozatnak kell következnie. Ennek az egyik lépése, vagy egyik kitétele volt az, hogy egy olyan képviselő, aki 2015 óta folyamatosan szorgalmazza Tatabányán a migráns szállások telepítését, vagy a létrehozását, azt mi nem tudjuk elfogadni városvezetői pozícióba, nem tudjuk elfogadni, hogy ez a város, amelyik ugye 2015-ben megtapasztalhatta azt, hogy milyen egy migrációs hullám van valóságban, az olyan helyzet állhasson elő, ahol egy városvezető ezzel ellentétesen a polgárok véleménye ellenére egy olyan álláspontot képvisel, aminek semmilyen többsége nincsen ebben a városban. Sajnos azonban a gazdasági érdekek mentén a két nagy frakció, a balliberális tömb, amelynek része ez a most már alpolgármester Lustig Péter, akirőnek a programját tulajdonképpen Lustig terv néven a Fidesz itt Tatabányán a önkormányzati kampányának a középpontjába helyezte. Mégis a gazdasági érdekek mentén a balliberális tömbbel a Fidesz leült, megegyeztek a helyi társaságok többségét a Fidesz kezében hagyva, és megengedve azt, hogy tulajdonképpen a gazdasági önkormányzást azt a Fidesz képviselői folytatják önállóan, megengedve ezt a helyzetet azért, hogy ez a képviselő alpolgármester lehessen tulajdonképpen egy teljesen elvtelen alkut hajtott végre Tatabányán. Nem tudtunk részt venni ezeken a tárgyalásokon, hiszen hogy részt veszünk rajta, akkor elmondjuk az aggályainkat, elmondjuk, hogy nem értünk vele egyet, új tisztviselők vannak a városi cégeknél, és plusz kifizető helyeket hoznak létre. Nem egyeztünk volna bele, hogy plusz felügyelőbizottsági helyeket hozzanak létre, nem egyeztünk volna bele, hogy a felügyelőbizottsági helyekért járó tiszteletdíjakat megemeljék. Úgyhogy rengeteg olyan pontja van ennek az alkunak, ami azt gondolom, hogy nem megengedhető egy ilyen helyzetbe, de látszik az, hogy az igazság mellett az a nemzeti politizálás, amely kitart azon ellenvek mellett, amit sokszor a helyi Fidesz csak a politikai érdekeik miatt hangoztat. Mi kitartunk a mai napig is, és ezen elvek mellett soha nem fogjuk feladni azt a képviseletet, amit a valós nemzeti képviselet Tatabányán, és ami valóban a tatabányai polgároknak az érdekét szolgálja.